Nagyon-nagyon sokan parodizálták önt, több-kevesebb sikerrel. Ezeket hogy fogadta ezeket a paródiákat? Hát megmondom, ne haragudjon, hogy belevágtam a szavába, de az az igazság, hogy ebben a vonatkozásban, ugye, meg kell mondjam, hogy van, aki jobban, van, aki kevésbé, van, akit szívesen fogadtam, persze, van, akit ugye, hát nem nagyon-nagyon szerettem, de alapvetően azt kell mondjam, hogy én, mivel magam is szeretem a humort, így nem szeretném elrontani a mások örömét sem, és hogyha abban élik ki magukat, hogy rajtam, illetve az alter egómon nevetnek, hát kérem, én semmiképpen sem mondok nekik ellen. Óriási! Nagyon szüleim, Éles István! Óriási! Kedves Isten, elnök úr, doktor úr! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Én is téged, mert az az igazság, a te tehetséged előtt én mindig meghajoltam, mert ráadásul sajnos jobb vagy, mint az eredeti. Ja, lehet csinálni velem. Akkor most én következem egy bókkal, kérlek szépen, akkor azt kell, hogy ugyan az én pályámon te voltál az unikum, úgyhogy engedelmeddel, nagy tisztelettel. Köszönöm szépen, ez unikum? Nem, az én munkásságom az unikum, amit egy CD vonatkozásában megnyilatkozik. Hát ennek nagyon örülök, na most akkor én ezt itt kibontom, ha megengeded, bár annyira szépen be van csomagolva, hogy bűn kibontani, de előbb-utóbb erre a sorsra kell jutnia, akkor én azt mondjam el nagyon tehát érdekességként, hogy én tulajdonképpen a Éles Istvánnak a én hangutánzásommal először Tatabányán találkoztam, illetve Tatán, mégpedig a kérlek szépen, akkor az a... Mint a tegnap lett volna, úgy emlékszem én is. És kérlek szépen, és ott, amikor én kimentem a színpadra, akkor anélk, hogy én megszólaltam volna, a hátam mögött megszólalt a hangom. Hát megmondom őszintén, én nem vagyok az a meglepődős típus, de akkor meglepődtem, mert valóban, mint hogyha én magam szólaltam volna. Én fordítva éltem át ugyanezt, május 1-je volt, és mentem a fellépés színhelyére a Városligetbe. És megállít egy ember, azt mondja, hogy a hangja már fönn van a színpadon. És azt te voltál. Ez óriási, jó Isten. Valamit hoztál magadban, meg kikandikál a zsebedből. Igen, módot adnánk arra, hogy esetleg te is itt most bizonyíthass. Igen. Én arra gondoltam, itt délelőtt egy pár verszakot összehoztam, igaz, egy régebbi ópuszt dolgoztam át, arra gondoltam, hogy esetleg, hogyha tudnánk duettet. Hát kérlek szépen, na várjál, jó lenne. E kíván magadnak, tudod, úgyhogy legfeljebb arra lehet jó, hogy halott ébresztő neked. Nem. Hangom, az tényleg. És na, tehát az... a kedves feleségednek is tisztelettel küldöm ezt a dalt, és rávaló utalással, ha szabad, akkor én szeretnék ideidézni két nagyszerű operettistát, Rátonyi Robertet és Sárdi Jánost, és a harmadikat énekelnénk együtt a három verszakból. Megpróbáljuk? Hát szépen, én azt mondanám, hogy te énekeld, én meg prózában erősítelek. Bocsáss meg, akkor igen, kérünk egy kis zenét, és akkor valahol, valamikor esetleg megpróbálunk beszállni. Jaj, Istenem, óriás! Az országban mindenfelé erős korút vártam. Ó, finászás Viktorikának, még választást is nyártam. Szarjoldog a zöld sosok, és gólt rúgtunk vagy százat. Mert elnöknek én oda tettem szabadi vélámat. Elutaztam, megérkeztem, jöttem, láttam, győztem. S a szonda Ipsos sportlistáján én mindenkit jobbról megelőztem. Iva kiskazdák királya, etetekedtem nyájam, s mégis amíg távol voltam,
kis trántottak páran. Azt hitték, hogy vége, véres már a Jóska torka. Mosolyogott a Viktor is, mint Lukrécia Borzsa. De ez a terv is elakadt, mint griszgombóc a torkán. Mert újra lett egy kis gazda párt, amelyiknek eldöke a torkján. Óriási, óriási. Az én dolgos két kezemnek várja sehol sincsen. Most klienseim összevesznek, az iroda kilincsen. Kaszálok is úgy, mint régen sztárügyvéd koromban. S a szavaim várva várják szélesen nagy honban. Kapkodja a távkapcsolót fiú az apjától. Mert az igazságot a médiában kitől várná, mint a Jóska bár.